Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Srácok, emlékeztek, hogy egyszer volt, holnám volt, Warframe, Digital Extreme, megkért minket, partnereket, hogy adjunk ki kéréseket a közösségünknek, és hogy, és hogy hát, hozzuk el az ötleteinket a barúk augmentekkel kapcsolatban, és Lim Lám, hölgyeim és uraim, a Digital Extreme elhozta közénk a barúk augmenteket. Na most, tekintve, hogy a nem nem a legnépszerűbb karakter, de azt hiszem, hogy... Akik úgy rákapnak az ízére ennek a karakternek, igen-igen meg tudják szeretni, mert igen OP tud lenni a drága, főleg, hogyha megfelelően van modolva, és nem nehéz olyasmire modolni, semmi különlegeset nem kíván. Na most kihoztak rá két augment modot, és ha jól emlékszem, srácok, az egyik ebből a ti ötletetek ö, volt, ö, hogy őszinteliek, biztosan annyian írták, de tudom, hogy ti is írtátok, és mégpedig az ugye a kettes képessége, ahogy altat, akkor hosszabb, ö, hosszabbodjon meg az altatás. Szóval az egyik augment modja, neki most azt csinálja, elaltatod az enemit, ugye kettessel. kettessel, odamész, és ha lenyomsz neki egy finishert, akkor a megmaradt uh, időre százszázékosan meghosszabbítja az altatást. Nem kell megölni finisherrel, csak meghosszabbítja, csak finiselni kell őket. Tehát nem kell megölni, csak finishel, finisher damage kell adni nekik. És meghosszabbítja az altatást, ami, ami amúgy, amúgy az, amúgy elég OP amúgy az elég OP. Szóval, ja, nem rossz, nem rossz, úgyhogy uh, azt hiszem, hogy ez egy gratuláció, tehát az ötletetek bekerült uh, ebbe a dologba, egy ilyen, egy ilyen formában, tehát hogy az altatás még több altatás legyen, Uh, voilà, fini. Viszont az, ami az ultit illeti, az nem emlékszem, hogy bárki mondta volna, de hogyha, hogyha mondtátok, akkor írjátok le. hogy én voltam. Na most az ulti egy olyan augment modot kapott, és azt a fuck demóka, és erős. Az ulti az azt csinálja, hogy extra státuszt ad az ultinak, és átkonvertálja a damage-et olyan damage-re, amire az a kifejezett ellenfél érzékeny. Bitch, please. <laughs> Az ulti nek a karakternek így is OP volt, de, de most aztán még inkább OP lett. Ez egy olyan augment mód, amit érdemes használni. És ezzel egyúttal uh, fel is oszlott a baruknak a modolása, mert én eddig azt mondanám, hogy egy igazi effektív modolás volt rá, és ez egy ilyen, tényleg egy ilyen általános átmenet, ahol az egyesé és hármas képességnek a, az erejét ki tudtad használni, de most a, a lulabi, a kettes képesség uh, augment modja miatt feloszlott a modolása, egy terület, de nem feltétlenül sok erő, uh, valamire. Tehát a lényeg az, hogy egy területes modolás, illetve felosztott egy ilyen erő ultis modolásra, és azt kell mondjam, hogy ez, ennek a karakternek ezt jó tette, de sajnos nem teszi megvilágításba ö, ezt a karakter, pedig móka vele játszani, móka vele játszani, és tényleg nagyon erős, csak mivel a képességek nem olyan fancy, így aztán ö, ide vagy oda, vagy úgy, vagy nem úgy, öm, nem emeli diszkófénybe ezt a karaktert, így aztán szerintem még mindig nem fogják túl sokan használni. És nem is túl szép karakter, kicsit csúnyácska is. Úgyhogy nem sok esélye van annak, hogy ez a karakter népszerű legyen. Viszont azt hiszem, azok, akik rendszerint, rendszeresen használják, azok örülni fognak ennek a két augment mondnak, mert ez így nagyon-nagyon-nagyon jó lett. Emellett jött még a Hildrinnek is augmentodja. Senkit nem érdekel. Na, nagyon-nagyon-nagyon uh, köszönöm a figyelmet, ez a videó ennyi lett volna. Uh, ha van valami, amiről szeretnétek hallani videót, akkor uh, természetesen írjátok meg, másképp nem fogok workshop-et csinálni. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!